Sziasztok! Újabb szerda frissítés, és ha már itt tartunk, akkor Scott ebben hozott valami nyúltilop versenyszerűséget, és hát erről majd később. Végre rájöttél, hogy jobban élvezed a szabadtéri életet. Mi a helyzet a vadonban? Remélem nyitott szemmel jársz. Tudod, hogy ebben az erdőben mindenféle dolgok ólálkodnak? Mindegy, és üdv a renegált táborban, magamra vállaltam, hogy jól van, oké. Na, engem most nem ez érdekel. Mit tudsz a nyúltilopról? Én átfogó kutatást végeztem róla, mindent itt láthatsz ezen a táblán. Ó, 50 játékos XP. Hogy miért? És karakter XP. Nos, azt vártam, hogy megkérdezed miért. Mindegy, elmondom. Nyúltilop észlelésekről érkeztek hírek errefelé. Úgy néz ki, mint egy nyúl, de antilop szarvakkal. A beszámolók szerint veszélyes egy jószág. Szeretnél nekem segíteni megkeresni a kis sunyit? Mit mondjak? Szerintem a nyúltilop csak egy mitikus lény. Ha megtaláltuk a yetit, akkor a nyúltilopot is meg tudjuk találni. Hát szerintem igen. Jót szórakozunk a yeti úr felkutatása során. Eléggé zavar, hogy nem mondhatjuk el senkinek, de legalább mi emlékszünk rá. Wyomingban rendeltem fotózási engedélyt nyúltilopra, amely június 31-ére szól, de nem találom a napot a naptáramban. Mit mondjak? Azt hiszem megvicceltek, az a dátum nem is létezik, rejtegetni próbálják a nyúltilopjainkat. Hát megvicceltek. Én csak azt szeretném tudni, ki viccelődik a nyúltilopokkal. Korábban kilovagoltam és láttam valamit, de egyszerűen nem sikerült előkapnom a fényképezőmet elég gyorsan, hogy bizonyítékot szerezzek. Elég bátor vagy, hogy megkeresd a nyúltilopot? Na-na-na-na-na! De ha megtalálod, ne próbáld meg megsimogatni. Bejelöltem a területet, ahol egy csomó furcsa dolgot láttam. Menj végig a pályán, és nézd meg, te is ugyanazt tapasztalod-e. És kapok ajándékba egy nyúltilopot. Igen. Ja, hogy így föl kell szednem őket. Mi? Hol van? Szia! És itt a farkasok engem elkapnak? Nem. Oké. Okay. Ajajúj! Hát ezt újra kezdjük szerintem. Nem, még pont nem. Még adhattak volna egy kicsit több időt is amúgy. Ajaj. Hopp! Gyere ide! Ez félelmetes. Oké. Okay. Gyere ide! Igen? Azt a... Hát tiszta country hangulat, hát pont erre vágytam. Egyébként tényleg, hogyha elképzelhetnék a játékban egy horrorfilmet, akkor az konkrétan így néz neki, tehát egy... Minden adott hozzá. Oda kell fölvenni. Menjél már, mert újra kell kezdeni! Újra kell kezdeni. Fú. Hát ezt egy kicsit kicentiszték. Jó, azt már tudom, hogy annyi problémám van ezzel az egésszel. Ott volt a nyúltilop, láttátok? Ott volt a nyúltilop. Bakker! Na, szép. Na, szóval annyit azért bizton állíthatok, hogy egy kicsit az időt állíthatták volna, hát nem is tudom, együttérzőbbre? Hát 10 másodperc az mi? Hát semmi. Ó, a szegény játékosok itt fognak szívni, nem tudom én meddig. Bár mondjuk, ha én meg tudtam csinálni, szerintem bárki meg tudja meg. Jaj, na te hiányoztál, ti hiányoztatok még. Édes jó Istenem. Na! Adjál nyúltilopot! Te jó, így sikerült! Végre rájött, jó, jó van. Hogy ittyek, szeretnél újra vadakkal lovagolni? Értem. Tehát, hogy ez egy állandó verseny lesz, ami itt marad. De várjunk csak. Hát, mi kaptunk egy nyúltilopot. Aha. Csak tudjátok mi a probléma, hogy ehhez a csodálatos sukár szethez, ehhez nem jár. Nem akarsz leszállni a lóról? Szállj már le. Na, közelítsük. Így meg tudom? Nem. Na nézzük meg közelebbről ezt a nyúltilopot. Megmutatom a nyeregtáskában is amúgy csak. Jaj, de cuki! Hát ez tiszta édi-bédi. Na, mindjárt tarhálok valahonnan egy...
egy nyereg táskát, de amúgy Istenem, most fogok megőrülni. Nem reagál egyszerűen a billentyűzetre, vagy nem tudom, mindjárt kivágom a francba. Na, hát ez a verseny érdekes. Bár egy kicsit furcsa. De rohadt jól néz ki. Nagyon jól megcsinálták, de tiszta ilyen horror feelingje van az egésznek. Ami szerintem egyébként nem rossz. Na, akkor keressünk valami nyeregtáskát. Valami feketét mondjuk, hát nem erre gondoltam, meg erre se. Volt nekem egy fekete nyeregtáskám, aminek meg kéne lennie egyébként. Hát most nem pont erre gondoltam egyébként, de most így hirtelen ez is jó lesz. Én megvettem ennek a londoni kötszetnek a nyeregtáskáját, és lehet, hogy az valamelyik lovon maradt. Sanszos. Aha. Megvan. Na, szóval én erre gondoltam. De ez az átka annak, hogyha össze-vissza vannak a szettek. Na gyere, nyuszi hopp! Nektek hogy tetszik a verseny? Szerintem tök jó. Főleg azért, mert itt van ez a cuki nyuszi. Maradj nyugton! Ez így nem jó. Ez egyre rosszabb. Úgy érzem, hogy ez így egyre rosszabb lesz. Kicsit... Hát, ja, mondjuk sok közöm nincsen ehhez a részhez. Jaj, de cuki, törli az órát. Na, így egész jó. Basszus, mi van ott a lábam között? Jézusom, így megfogta a nyereg a gatyámat. Tényleg, nézzétek meg, megfogta a nyereg a gatyámat. Jaj, de mindegy. Ne veszünk el a részletek. Hagyd már abba itt a tisztálkodást. Meg akarlak, na, így. Nem igaz? Így. Így. Minden szemszögből szemrevételezünk téged. Most... Jaj! Hát szia! Azok a nagy boci szemei neki. Aranyos. Kimondottan aranyos. Na, hát egyébként én úgy gondolom, hogy... Vagy hát úgy látom. Hogy ennyit a frissítésről. Ezt az egy versenyt kaptuk, és ennyi. Így, hogy az utolsó hétbe léptünk, mert hogy jövő héten egyébként a vadnyugati tábor elhagyja Jorvikot, tehát a következő szerdai frissítés már erről fog szólni, illetve arról, hogy jön a lovas, vagy a lovas fesztivál. Annyira szeretem a lovas fesztivált egyébként, hogy mindig lovas fesztivált akarok mondani. És hát sajnálatos módon nem az jön egyébként, hanem a Szivárvány Fesztivál, mint olyan. És azért is szeretném megkérdezni, hogy mit gondoltak most így erről a lovas táborról. Tehát hogyha mert most ugye jelenleg nem nagyon van más, amivel tudunk foglalatoskodni, mert hogy amúgy csak ez az egy dolog volt. Most én azért végig megyek rajta még egyszer, hogy szemügyre vegyem, hogy mennyit tudtam változtatni a versenyzési stratégián, így hogy már tudom, hogy mit kell csinálni. És kíváncsi lennék, hogyha éreztek rá késztetést, akkor írjátok meg nekem, hogy mit gondoltok a vadnyugati táborról. Én egyébként a tavalyihoz hasonlóan ezt is nagyon megszerettem. És igazából nincs vele rossz tapasztalatom. Ma még érkezem videóval, mert a ládákat meg a lovakat meg akarom keresgetni. Meg talán még egyebek. Amit én nagyon sajnálok, az, hogy most nem tudom, hogy az én készülékemben van-e a hiba, de erre is hívjátok fel nyugodtan a figyelmemet, hogyha esetleg hülyeséget mondanék, de nem sikerült összegyűjtenem annyi zsetont, tehát közel sem kaptam annyi zsetont, mint amennyi elég lenne arra, hogy összegyűjtögessem az összes szettet a zsetonüzletből. Úgyhogy most amúgy én nagy erőkkel gondolkodtam, hogy melyik szettet fogom majd kiváltani, mert igazából egy hét áll rendelkezésre. 400 zsetonba kerül egy szett, és azt hiszem 5 szettünk van, amiből egyet szedtem ki, vagy 4 szett, mindegy egyébként. De hogy mind a 4-re biztos, hogy nem lesz elég, mert én valami ilyen 2000 környéki zsetont számoltam egyébként, és én még csak most járok a...
Hát most nem akarok hazudni, de olyan 1000 körül, mert ugye még 80 zsetont ki kellett perkálni a kutyusért, meg a cicáért. Slinky és Archie, aki esetleg nem ismerné. Egyébként jól nézzetek utána, hogy melyik kis állatot hogy hívják, mert készülök nektek egy új játékkal, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire birkóztok majd meg a feladattal, már amennyiben érdekel majd benneteket. Oké. Na, jó van, nára most már föl voltam készülve. Hopp. Amúgy csak kérdezem, hogy ebből mi nem volt egyértelmű. Tehát, hogy ott voltam, mellette. Na, mindegy. Na. Futi, 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 futi. Oké. Itt a következő. Most már nagyjából összeraktam az útvonalat, úgyhogy most már egy kicsit könnyebben megy. Itt a következő. Hoppá! Az mondjuk nem tudom, hogy ott mi. Oké. Itt az utolsó. Na, itt a nyúlti lap. Nem. Ez lesz a... Nem. Be. Ott volt a nyúlti lap. De nekem már van sajátom. Na, ez azért már jobban ment egyébként. Gyorsan összeszedem a közös pillanatot. Na! Szóval... Még gondolkodom, vívódom, hogy melyik szettet fogom kiváltani a zsetonüzletből, úgyhogy majd még azzal is szeretnék jelentkezni. És hát azért lassan készüljünk a Szivárvány Fesztiválra, tehát aki még nem tette, kezdjen el rá gyűjtögetni, én is igyekszem a fényeket gyűjtögetni, most jelenleg itt tartok, és még van a raktárban egy pár paknyi fény, hogyha esetleg találok valami olyan szettet, akkor legalább ott is tudjak venni legalább egyet. És hát meglátjuk. Egyébként elég jól összegyűjtöttem ezeket a fényeket, mert gyakorlatilag nem is kellett megszakadnom, és elég volt a lovas fesztiválos szettekre is, már amiket tényleg meg akartam venni, meg elég volt erre is, itt is csak egy szettet vettem, de hát ez elég, hát olyan jó nézek ki, hogy csak na. Na, srácok! Hát ennyi a frissítés mára, úgyhogy én most elköszönök, és elindulok megkeresgetni a renegált ládákat és a lovakat. Úgyhogy, ha egy kis segítségre van szükségetek, akkor egy csöpp türelmet kérek, és akkor hamarosan érkezem a koordinátákkal. Meg talán még egyébben, most egyelőre, előre nem tudom megmondani, hogy belemegyek-e a zsetonozásba, vagy ilyenekbe. Mert még nem vagyok benne biztos, úgyhogy majd meglátjuk. Köszönöm, hogy be nem tartottatok, további szép napot, és hamarosan érkezem a koordinátákkal. Sziasztok!